Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Újra vissza a portához, portákhoz, illetve az ezekkel kapcsolatos történetekhez. Volt egy komment valamelyik múltkori történetemhez, hogy ma arra kíváncsi lennék az arcotra, ha odaállna egy csapat, és akkor jó, szétvernék az egész portát, hogy akkor én mit csinálnék. Hát, odaírtam neki, hogy többféle variáció lehet. Ugye be lehet állni a konfliktusba, az egyik. Aztán akkor mondjuk megúszod egy kórházzal, a szerencséd van. Vagy hagyod a francba az egészet, elsunnyogsz, akkor onnantól kezdve az egész, hát az egész egód, az egész ebből melóba tett, nem is tudom, személyiséged összeomlik, és utána marra nehéz belenézni a tükörbe. És van egy harmadik út, ami szerintem a legjobban járható, megpróbálsz egy megoldást keresni, hogy az illető ne a kórházba kössék ki, de ugyanakkor a szórakozóhely biztonsága is meg legyen védve, és a tekintélyed se csorbuljon, hanem muszáj. Viszont amit címet adtam neki, hogy banda háborúk, azért ez kicsit erős cím, azért nem Dél-Amerikában vagyunk, meg nem is New Yorkban, ahol ugye különböző utcai bandák uralnak területeket, azért nálunk valahol szerencsére ilyen nincs, legalábbis nem ennyire erősen. Itt arra gondoltam elsősorban, és ez igazából a 90-es évekre volt jellemző, egészen a 2000-es évek elejéig, mikor különböző csapatok, csoportosulások így kitalálták, hogy különböző szórakozó helyek innentől kezdve nekik fognak bizonyos védelmi pénznek nevezett összeget fizetni, és ők ebből marha jól fognak keresni. És ez működött is sokáig. Ugye nem hiszem, hogy ezzel marha újat mondok. Nagyon egyszerű volt a történet, nagyon egyszerű volt a tudok, hogy ezt hogy csinálták. Volt egy valahogy szórakozó hely, megjelentek ott nagy számban, és igazából ezt nem csináltak semmit, csak bementek, ittak, még fogyasztottak is. Viszont éreztették ugye, hogy annak az ott lévő portának nem sok keresnivalója lenne velük szemben. Aztán második alkalommal mondjuk már nem fizettek, elkezdték baszogatni a vendégeket. Ugye, ha valami portás beleállt ebbe a dologba, akkor jó, elverték, lehetőleg úgy, hogy mindenki lássa. Majd a következő héten, ugye felhívva az üzlet tulajdonosát, közölvették vele, hogy ha ezt nem szeretném, meg szeretné, hogyha az üzlet továbbra menjen, akkor mától ők védik ezt a helyet. Ilyen meg ilyen összegér, vagy ugyanazért az összegér, mint az előző csapat, hogy biztonsági szolgálat, biztonsági emberek védték, csak nyilván most már nekik jön az összeg. Ez akkor nagyon ment, ez a dolog működött is, ugye különböző kis, hát nem is olyan kicsi szervezetek alakultak, amik felosztották így nagyjából egymás közt nagyobb városokat, nagyobb szórakozó helyeket, és ez szépen ketyegett is, egészen addig működött ez, valamilyen módon, amíg meg nem jelent ez a nagyon elhíresült maffia törvény, és meghatározták a bűnszervezet fogalmát, mi minősül annak, milyen tevékenységek tartoznak ebbe a területbe, és milyen büntetési tétel jár utánuk. Na, innentől kezdve jött igazából a cumi. Egészen addig, a rendszerváltástól, ugye nem létezett előtte ilyen, és nem igazán tudott a jog se ezzel mit kezdeni. Például nem volt ilyen büntetőjogi kategória sokáig, hogy önbíráskodás, nem tudták mi az. És megalkották az új jogszabályokat, közt ezt a maffia törvényt is, és innentől kezdve kicsit változott a helyzet. Tehát ha utána, illetve azóta, vagy most te ezt eldöntöd, vagy eldöntitek, hogy nektek van egy baráti, haveri köröttök, akik egy kicsit tökösebb gyerekekből állnak, és kitaláljátok, hogy holnap a Y diszkó vagy X diszkó, tök mindegy mi a neve, nektek fog fizetni, és nem azok a portások lesznek ott, akik eddig ott voltak, és ti ott a felmúlást fogtok tartani, vagy felmúlást rendezni, annak már eleve, mikor ti ott csoportosan megjelentek, már bizonyos következményei vannak. Ugye, ha nem vagy elég kellően óvatos, és nem infózod le a helyet, hogy kik védik, őrzik azt az adott szórakozó helyet, akkor lehet, hogy belenyúszol, mert nem kéne. Tehát tegyük föl, nincs ilyen, teljesen normális biztonsági szolgálat van, vagy portások van, akik nem tartoznak senkihez, hanem csak simán a dolgokat végzik, tehát ilyen veszély nem fenyeget. Akkor ott a következő dolog, hogy ma már ugye mindenben van kamerázva. Tehát felvonul a csapat, vadó neki áll először szájkaratézni, aztán majd esetleg élesbe is, testtel is karatézni. Ugye ezt a 62 darab kamera mind rögzíti. És
ne talán, tehát hogy valakinek történik baja, nem is kell egy súlyosabb, elég egy kisebb, és ebben mondjuk lesz rendőrségi ügy, mert tulajdonos azt fogja mondani, hogy szarok ér, nem fogja fizetgetni senkinek se semmit, meg vagyok elégedve ezekkel az emberekkel, meg ennek akkor soha nincsen vége, akkor utána megjön egy még erősebb csapat, én meg csak tejelem a lóvét, hanem elmegy szépen bevallag ezzel a felvétel a rendőrségre, és ezáltal a rendőröknek egy ilyen terített étlappal szolgál, ugye akár még a szöveg is, a duma is fel van véve, nagyon-nagyon jó minőségű kamerák vannak mostanában, még a szemed színét is látod rajta, és akkor ezeket az emberkéket szépen összeszedik, beviszik, és utána jön az, amiről már beszéltem, ugye a rendőrök sarokba szólítják főleg a gyengébeket, nem feltétlenül fizikailag, hanem lelkében a gyengébeket, akik elkezdenek dalolni, még azt is elmondják, hogy előtte hova mentek, mit csináltak, milyen más szórakozó helyeket fenyítettek be, stb. Stb. Aztán ugye a rendőrök, mivel mondtam, hogy nem hülyék, egymásra tromfolva, szépen ezeket az embereket egymásra nem forgatva, az egész csapatot úgy bebuktatják, hogy a végén azt se tudják, hogy merre nézzenek, és örülnének, hogyha enyhén kakis gatyával el tudnának menni a rendőrségről. Én láttam már, meg hallottam ilyet épp eleget, hogy amikor azt mondják, hogy te azért, mert egy ilyen csapattal egy ilyen fölvonulásban részt veszel, és mondjuk valakinek eltörik az óra, lehet, hogy nem te csináltad, csak ott álltál, akkor te már ebbe a bűnszervezetbe hozzátartozol, ugye vélelmezik ezt a dolgot, és aztán utána az egész ugye az ügyészsége meg a bíróságon fog múlni, hogy hogy látják ezt a szerepet. Én mondom nektek, mondjuk ez nem egy ilyen szórakozóhelyes dolog volt, de tartozás ügyébe elmentek egy lakásra emberek, és nem bántották a bent levőt, vagy levőket, tök mindegy, elhoztak egy darab gyűrűt. Egy darab, tegyük fel, 100.000 forint értékű gyűrűt. A srác hozzá nem nyújt senkihez, nem csinált semmit, csak ott állt, és ezért ült másfél évet. Ezért. Na most el tudjátok képzelni, hogyha valaki ott, valaki szarrá vannak verve, és te ott ugrálsz a háttérbe is, onnantól kezdve nem biztos, hogy jól jössz ki ebből a dologból. És mindezt miért? Mert tartozol egy csapathoz, és mondjuk te lehet, hogy azért a diszkóba elmehetnél dolgozni, esténként mondtad, hogy valami 12.300 forintért, és ezért lehet, hogy le fogsz ülni egy-két évet. Ami az anyagi részét még hagyjuk a faszba, hogy miből maradsz ki, de hát ott a családod, esetleg ott vannak a gyerekeid, ott vannak a szüleid, ott van a kedvesed, és nem biztos, hogy mindenki meg fog várni, úgy fog viszonyulni ehhez a dologhoz, hogy te szeretnéd. Mert nagyon fasz a dolog, hogy valaki tele van tetoválva, meg marad szép dolog, hogy le van nyírva kopaszra, meg hogy van valamennyi kis izma is, de az élet nem e körül forog. Ez egy mind külsőségek, aztán aki eliszi, hogy tettő, kurva kemény vagy, ott bajok vannak. Tehát át kéne gondolni ezeket a dolgokat, én azt mondom, főleg manapság, az, ami régen működött, az ezer dologgal van így, hogy ma már nem működik, mert kibaszott nőt lehet szívni vele. Most elmondom nektek őszintén, én meg a kollégáim, akik így dolgozgattunk régen, ha egy ilyen lett volna, hogy felvonul oda egy csapat, mert tudom én akármivel, hátukon, gépágyúval, trankkal, bármivel, én annyit tettem volna, hogy megpróbáltam volna ő velük először is, vagy vezetőjükkel normálisan beszélni, megkérdezni, mit akar, nyilván elmondta volna, hogy semmit, csak hát jó akarják magukat érezni, és akkor megmondta volna, tegyenek, amit gondolják. Előtte a vendégeket megpróbáltam volna mindenképpen kiterelni, mert a fő az ő biztonságuk, és megmondtam volna a csávon, mert nyugodtan, ami jól esik, gyerekek. És azt sem elmondtam volna, hogy kb. 32 darab kamera fogja ezt az egészet látni, akkor nosz a rajta, és mondom, olyan helyen van a merevlemez, amihez nem fértek hozzá. Azt csináltok, amit akartok. Tehát nyugodtan szét lehet verni a boltot, aztán majd meglátjuk, mi lesz a következménye. Tehát azért egyet tegyünk helyre, visszatérve a megjegyzésre, egyetlen egy portács sem ninja, meg nem is Terminátor, meg fokozhatnám tovább, meg hivatkozhatni különböző akciófilmek szereplőivel, ez nem így van. Tehát ha valaki odaáll, és szarrá vereti, kardoztatja, szuratja magát azért, mert ő odaállt, én azt mondom, az hülye. Én sokszor mondtam, hogy legyen töke egy kidobónak, és ne engedje, hogy beleszarjanak a szájába. Most ezt mondom, ebben a helyzetben is azt mondom, viszont azért 3-4 embernek odállni mondjuk 30-40-nel szembe, és megmutatni, hogy mekkora hős, az inkább hülyeség, az nem hősiesség. Hát ha nem tudsz velük normálisan beszélni, ugye vadul elkezdesz telefonálni, mert neked is vannak haverjaid, de nyilván amíg azok odaérnek, addig neked elég sok mindenre át kell esned, sokkal egyszerűbb ezt észre elmondani, és azért ezekben a bandákban is azért néhány darab értelmes ember szokott lenni, amikor elmondom neki, hogy nem biztos, hogy semmi, hogy ez jó fotok kijönni. Persze, mai estét megnyeritek, de a következőt nem biztos, hogy megfogjátok.
meg nem biztos, hogy a szórakozó egy tulajdonosa innentől kezdve, mert itt ezt csináltátok, titeket fog alkalmazni. Azt mondja, hogy szépen, hogy mondtam neked, bevatjuk a rendőrségre, és a következő héten már lehet, hogy egy valak fekete ruhás fog a nyakatokba ugrálni, aztán majd bent el lehet gondolkodni, hogy milyen marha jó dolog volt ez a porta átvétel. Tehát ennyit ezekről a idézőjelet banda háborúkról. Most is lehet látni azért egy-két ilyen akciót azért, főleg Pesten, hogy próbálkoznak az emberek, de azért ez háttérben el van osztva szépen, hogy ki hol dolgozik, ki mit csinál, és úgy látom, hogy hál' Istennek eljutottunk odáig, hogy azért szóval mindent meg lehet beszélni, és remélem, hogy ez így is marad. Persze mindig lesznek olyanok, akik ezt át akarják hágni, mert a pénz nagyúr, de mondom, itt azért a jogszabályi háttér és az egész környezet teljesen más, mint ezelőtt 15-20 évvel. Tehát én azt mondom, hogy mindenki szépen maradjon a kis gatyáján, aztán a saját portáján okoskodjon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!